Üdvözlöm a Tudomány 100 blog nézőit! Ebben a részben azt tisztázzuk, hogyan lehet két körhöz közös érintőt rajzolni. Nézzük is a két adott kört. Ezekhez szeretnénk közös érintőt rajzolni. Nézzük is meg, hogy mit is akarunk elérni. Hogy néz ez ki? Így rajzolható például két közös érintő ez a két körhöz. Nézzük meg ezek tulajdonságait. Mit tudunk erről? Ugye az érintő az mindig merőleges az érintési pontba húzott sugárra. Ez most így néz ki. Tehát ezt próbáljuk elérni, egy ilyen szituációt. Nézzünk valami egyszerűbbet, amit meg tudunk csinálni. Például, ha az án keresztül menő, az érintővel párhuzamos egyenest azt tudnánk, abból eltolással már maga az érintő megkapható. Ugye, így nézne ez ki. Tehát ha ezt a szaggatottat ismerném már, akkor ebből ezt az érintőt egy egyszerű eltolással, méghozzá pont egy sugárnyi eltolással megkaphatnám. Na jó, de hogy kapom meg ezt a szaggatottat, ezt az M egyenest? Gondoljunk erre most úgy, mintha ez egy érintő lenne. Minek lehet ez egy érintője? Ez bizony egy C középpontú körnek lehet érintője. És nézzük meg, hogy ennek a C körnek, C középpontú körnek az érintője a sugara, az pont a nagy sugár mínusz ez a kicsi sugár, hiszen az, ez egy T jéglalap, ami itt látható, az ALJI négyszög, vajis ez itt az EI, ez pont akkora, mint a kiskör sugara. Ha ezt levonom a nagy köréből, akkor megkapom ennek a körnek a sugárát. Ez már megrajzolható. Hát, ha visszagondolunk a kiindulási egyen körökre, akkor abból ez a kis kör megrajzolható, abból már egy külső pontból érintő rajzolható ez, és ebből eltolással pedig megkaphatom ezt a vágyott egyenest. Tisztázzuk azért azt is, hogy minden esetben kapunk-e így közös érintőt. Tehát bármilyen kiindulási adatból kapunk-e így érintőt. Mozgathatom-e én ezt az át? Akárhogyan. Jó, hát itt volt egy pont, ahol nem rajzolja ki a program. Ez azért van, mert a szerkesztési eljárásban a kisebb körből kell indulni, tehát amíg ez a kör a kisebb, addig ő tud rajzolni hozzá így érintőket. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha a másik körön belülre kerülünk, tehát ha van meccéspontunk, és még mindig ő a kisebb, akkor is jól látható, hogy van közös érintő, kettő is, egészen addig, amíg egészen a körön belülre nem jutunk. Pillanat. Tehát például így. Ebben az esetben nincsen közös érintő. Hogyha a két körnek van egy közös pontja belül, akkor abban az egy közös pontban lesz egyetlen egy érintő. Ez sajnos a program nem rajzolja ki. Ugyanez igaz kívülről nézvést is. Tehát, hogyha kívül vagyunk, akkor így van közös érintő. Na hát akkor tisztázzuk a szerkesztés lépéseit. Hát az első lépés az, hogy kiszámolom a két kör sugarának a különbséget. Ez legyen a nagy R. Majd ezzel annak a nagy R-nek a segítségével a nagyobbik kör középpontjából rajzolok egy segédkört, ez legyen a C2 kör. A kisebbik kör középpontjából, ami most ám, érintőket rajzolok ehhez a C-körhöz. Ebből kettőt tudok megfelelő esetben. Majd ezeket a két segéd érintőket eltolom egy-egy sugárnyival a középponttól távolodva, és így megkapom a vágyott érintőket. Kérdés az meg, hogy vajon az összes megoldást megkaptuk-e? Az a helyzet, hogy hát sajnos nem, vagy szerencsére, attól függ ki, honnét nézi, mert hogy van még érintője, két közös érintője ennek a két körnek, méghozzá itt belül a két kör között szalad két érintő. Hogyan lehetne ezeket megkapni? Ez most már vegyünk egy új ábrát, hogy jobban követhető legyen. Tehát adott a két kör, ezekhez szeretnénk érintőt szerkeszteni, méghozzá úgy, hogy a két érintő a kettő között fusson. Ehhez most nem a nagy kört kell kisebbíteni, hanem a kis kört kell nagyobbítani, méghozzá pont annyival, amekkora a nagy kör sugara. Tehát annyival nagyobb ez a sugár. Ehhez a segédkörhöz a Q-ból érintőket rajzolok, ezt meg tudom tenni. Majd ezeket az érintőket fogom eltolni,
méghozzá párhuzamosan az U középpont felé, pont egy nagy környi sugárral. Tehát itt egy nagy környi sugárral arrébb túlódik, akkor itt is pont egy nagy környi sugárral fog arrébb túlódni, és így ebből a kettőből megkapom az eredeti kettőnek az érintőjét, amely a kettő között fut. Tehát így lehet érintőket rajzolni két körhöz. Itt is igaz, hogy nem minden esetben van megoldás. Hogyha az egyik kör tartalmazza a másikat, akkor értelemszerűen így nem lehet rajzolni, de minden más esetben egyébként meg lehet rajzolni így az érintőket. Köszönöm a figyelmet!